Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Deli Kinga vagyok. Új fenntartóval kezdi meg a tanévet a Dombóvári Belvárosi Iskola. Megyei találkozón képviselték a Polgárőr Egyesületet a dombóváriak. Dombóváron is elkezdődött a felkészülés az őszi szezonra. Érmek tömkelegével tértek haza a dombóvári ugrókötelesek Pozsonyból. A Dombóvári Belvárosi Általános Iskola szeptembertől új fenntartóval kezdi meg a tanévet, az intézmény evangélikus iskolaként folytatja a nevelő-oktató munkát a 2022-23-as tanévtől kezdve. A fenntartóváltás kérdését az intézmény szavazásra bocsájtotta, a szülők 97%-a támogatólag állt a kezdeményezés mögé. A diákok életében semmilyen változást nem hoz. A Dombóvári Belvárosi Általános Iskola hosszú évtizedek óta várja a városközpontban a nebulókat, idén a fenntartóváltás mellett egy fontos dátumot is ünnepel az intézmény. 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, úgyhogy a mostani szeptemberi tanévindítás az egy 40 éves jubileumi tanévindítás. Ezen túl ünnepé nemesedik ez az alkalom azért is, mert egy 40 éves állami fenntartás után 2022. szeptember 1-től az Evangélikus Magyarország Evangélikus Egyház fenntartásában folytatja tovább az intézmény a nevelő-oktató munkáját. És hát amit én nagyon büszkén szoktam hirdetni, hogy van egy Keser Ilona Kossuth Díjas festőművész által készített színforgónk itt az iskolában, amely színforgó itt volt az iskola megnyitásakor, és most gyakorlatilag új köntösbe öltöztetve újra várja és itt áll az evangélikus fenntartás átadásának küszöbén. Ennek az iskolának gyakorlatilag a 40 év alatt összesen volt 4 igazgatója, és ebből a 40 évből az utolsó 13 az én igazgatásom alatt zajlott. Az evangélikus egyház egyik belső szabálya, hogy evangélikus iskolát evangélikus vallású és elkötelezettségű igazgató irányíthat. Én reformátusnak lettem keresztelve, bár a két gyerekem evangélikus, ez már a saját döntésünk volt így 20 évvel ezelőtt, de annak érdekében, hogy a mi iskolánknak ne csak múltja, hanem jövője is lehessen, a jelenben kell cselekedni. És ennek az egyik alapvető feltétele az volt, hogy nekem most visszább kell lépnem annak érdekében, hogy az evangélikus egyház zászlója alatt hajózhasson tovább az iskolánk. Az intézmény vezetése fontosnak tartja, hogy a komoly múlttal rendelkező iskola a lehető legjobb oktatással szolgálhasson diákjainak. Nagyon híres és nagy múltú iskola, én legalábbis úgy látom, hogyha a 40 évre visszatekintek. Az elmúlt 15-20 év azonban már arról szólt, hogy folyamatosan nehezednek az intézmény elé állított feltételek, és egyre kevésbé tudunk megfelelni ezeknek a feltételeknek. Itt a belvárosban vagyunk mi jelen a belváros oktatásában, és ahogy egy belváros átalakul népességileg, szociálisan, szociokulturálisan, úgy megváltozik az iskolának a gyerek összetétele. Az elmúlt 15 évben egyre több hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és szegény családból érkező gyereket tanítunk itt az iskolában. A feltételek az állami intézményrendszerben azonban ehhez a mi iskolánkban nem igazodtak. Én azt gondolom, hogy ezeket a gyerekeket akkor lehet jól felzárkóztatni, hátránykompenzálni, hogyha megfelelő feltételeket biztosítunk az ő oktatásukhoz. Ezek a feltételek jelenleg nem voltak már olyan szinten adottak, hogy mi ezt a feladatot azon a színvonalon meg tudjuk csinálni, hogy elképzeltük. Elképzeléseink vannak, kidolgoztunk egy hátránykompenzáló programot, a Csillagösvény projektet, amelyet az egyház felvállalt, hogy támogat, és hogyha ehhez anyagi forrást, humán erőforrást tudunk teremteni, akkor talán tudunk egy olyan iskolát működtetni itt a belváros szívében, amely egy integráló, befogadó és egy méltányosságon alapuló intézmény lehet. A köznevelési törvény akkor teszi lehetővé egy állami iskola egyházi fenntartásba való átvételét, ha az intézményben tanuló diákok szüleinek több mint a fele támogatja azt. A belvárosi iskolában ez 97%-os arányt jelentett. Nyilván valami változás fog jelenteni a gyerekek számára is. A belső légkör változását gondolom itt elsősorban, hiszen egy világnézetileg elkötelezett iskolává fogunk válni a fenntartó váltással. Így szépen, aprólékosan, de teljes nyugalommal szeretnénk kialakítani azt, hogy ez a keresztény légkör az iskola arculatává is válhasson egy idő után. Nyilván ez nem egy év lesz, ez legalább 10 év munkája lesz, mire ez az igazi arculat ki fog alakulni. Ez az egyház, ez nem egy erőszakos egyház, tehát nem fogja erőltetni azt, hogy evangélikusság, tehát hogy vallást gyakorolják a gyerekek, illetve szüleik, mindenki a saját meggyőződése, illetve saját felekezete felé fog tudni
tartozni továbbiakban is, és olyan fajta hitoktatásban részesül, amilyen felekezethez tartozónak érzi magát. Ez egy átmeneti időszak lesz, hiszen a 8 évvel ezelőtt beiratkozott gyerekek nem egy egyházi iskolába iratkoztak. Tehát számukra semmiféle olyan kötelezettséget nem jelenthet, amit ők nem szeretnének. Viszont akik most iratkoznak, és az elkövetkező időszakban iratkoznak iskolánkba, azoknál természetesen jelent valamit, heti 2 óra hitoktatást, de itt is mindenki a saját felekezete szerinti hitoktatást. Egy évre vállaltam ezt a feladatot, és úgy kerültem a képbe, hogy megkeresett az igazgatónő és a lelkész úr, hogy vállalnám-e, mivel az egyházi jogi belső szabályoknak meg tudnék felelni. Az egyházi iskolákra jellemző, hogy tudás és érték alapú oktatást próbálnak biztosítani a diákok számára. Az evangélikus egyháznak nagyon hosszú múltja van az oktatás területén. Itt Dombóváron is, hogyha egy kicsit körbenézünk a környéken, akkor találhatunk régi iskolákat Csikóstöttösön és Ágon. Tehát, hogyha arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért fontos az evangélikus egyháznak az oktatás, akkor azt mondhatom, hogy tulajdonképpen visszanyúlunk a gyökereinkhez. Mi mindig is egy olyan egyház voltunk, és szeretném, hogy ez a jelenben is igaz lenne, mert egyház számára fontos a közélet, fontos az, hogy közel legyünk az emberekhez, hogy benne legyünk a társadalomban, hogy ott legyünk, ahol az emberek vannak. Ezért az evangélikus egyház foglalkozott és foglalkozik a jelenben is az oktatással, a szociális kérdésekkel. Az evangélikus egyházi általános iskolába járó diákok száma megközelíti a 120 ezret, amelyet a Dombovári Belvárosi Általános Iskola nebulói is gyarapítanak ezután. A nyár folyamán a hétvége általában rendezvényeké, ahol igyekszünk mindannyian kikapcsolódni egy kicsit, kizökkenni a szürke hétköznapokból. Ezeket az eseményeket persze biztosítani is kell, így a polgárőrök számára ez egyet jelent a munkával, amit önként térítés nélkül végeznek. De van az évben egy nap, ami értük van, az ő szórakozásukat szolgálja. A dombováriak is éltek a lehetőséggel, mutatom a részleteket. A Dombóvári Polgárőr Egyesület is képviselte magát a Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének több mint 2 évtizedre visszanyúló rendezvényén. A város rendezvényei rendszerint találkozhatunk a formaruhát viselő önkéntesekkel, az Egyesület 30 éve alakult. Azóta nyilván már kicsit előregedett a Polgárőr Egyesület kezdő csapata, próbálunk fiatalodni. Hát én 3 éve vagyok polgárőr, tavaly novemberben átvettem a vezetőség szerepét, próbálunk az átlag 70 évből kicsit lefaragni, sokat toboroztunk fiatalokat. Sajnos ennek is van hátránya, mert munkahelyük van, és igazából akkor tudjuk őket mozgósítani, ha éppen nem dolgoznak. És vannak lovasaink, akik 4 fővel indultunk. Van kilátásban, hogy lesz még hozzá 1 fő. Próbáljuk őket koordinálni, hogy a külső területeket ők lefedjék. Muszáj lesz orientálódni, elég nagy területünk van, tehát a kisebb környező falu, mert Dombóvár nagy területből áll, a kisebb falvakba Szőlőhegy, mondjuk Dombóvárhoz tartozik, de mint Szőlőhegy, Mászlony, hogy oda külön ne kelljen kijárni, tehát arra a részre olyanokat, akik a napi feladatokat ellátják, hogy a benti részre csak akkor kell nekik is bejönni, amikor mi kevesen vagyunk, vagy éppen nekünk akkor kell kimenni, hogyha esetleg problémás a helyzet. Az Egyesület él azokkal a pályázati lehetőségekkel, amivel eszközparkjukat, felszereléseiket bővíthetik. Mondhatom azt, hogy aránylag jó helyzetben vagyunk, vannak nálunk szegényebb egyesületek is. Mi a megyétől kapunk támogatást, kapunk az önkormányzattól is, nagyon jó a viszonyunk az önkormányzattal, rendőrséggel, tehát ha bármi problémánk van, nagyon támogatnak minket, jó kis csapatunk van, próbálunk mindenkit úgy ellátni mindenféle felszerelése, hogy azért ne úgy jelenjünk meg, ahogy nem kellene. Ruházatunk aránylag megvan, szeretnénk pályázni ruhákra, mert a téli ruházat elég gyér. De úgy összességében mondhatom azt, hogy jó felszerelt csapatunk van. Műszaki parkot tekintve nagyon le vagyunk gépkocsilag amortizálódva, nagyon rossz az autónk, nagyon nagy volt az idei, tavalyi költségünk. Hát a pályázatot adtunk be idén is gépkocsira, sajnos nem nyertünk.
Van két elektromos motorunk, van két kerékpárunk, nagyon szeretik a fiúk a motorokat. Ebbe tudunk most egy kicsit spórolni, csak hát most hozzájön majd az elektromos feltöltés, amit nálunk a családi háznál kell megoldani. Egyelőre nem tudjuk, hogy hogyan. Vannak köztünk fiatalok, ők a gyalog részét is megoldják, tehát ebből így összetevőleg nagyon jó kis csapat van, hogy ki ebben, ki abban megoldjuk a napi feladatainkat. A helyi rendvédelmi szervvel és a Dombóvár város önkormányzatával is szoros munkakapcsolatot ápol a Polgárőr Egyesület. A szervezet tagjai között jó a kapcsolat, örömmel éltek a megyei találkozó lehetőségével. Tavaly is voltunk, idén is, az országoson is, a megyein is. Lehetőleg én úgy szeretném folytatni a vállalt feladatomat, hogy mindenki vegyen részt a jóba is. Viszont elvárásom, hogy amikor össze kell tartani, akkor mindenki legyen ott. Én nem terveztem a főzést, pont most mondták a csapattársak. Ugyan én fölvetettem a kérdést, hogy lehetne benevezni. Igen, mindenki a munkája miatt előre egy hónapban nem tudott tervezni. Nyilván én meg főzök otthon eleget, úgy gondoltam, amit nem szeretnék. De most felvetették a kérdést, hogy ha jövőre egészségünk és a csapat összetartás így diktál, akkor valószínű, hogy fogunk. Most az idejét még kihagytuk. De a rendezvényt nem hagyta ki a dombóvári csapat, aki tudott, mindenki velük tartott. A legtöbben nem is munkaként tekintenek azokra a szolgálatokra, amelyet térítésmentesen látnak el. Hát ez egy hobbi inkább, ugye kikapcsolódás, jó csapattal lenni, együtt dolgozni, van csapatmunka, ugye. És hát legjobb az, hogy vigyázni egymásra, meg biztonságban tudjuk az embereket, meg magunkat is természetesen. Ez néha nehéz, mert ugye én dolgozok is emellé, és amennyi időt tudok rászállni, én ez minden időmet azért polgárőrködés kapcsolatban így mindig szeretnék toppon ott lenni. Kollégákkal együtt dolgozni. Amikor megkérdezzük, hogy mit tudom, szeretné polgárőr lenni, vagy bármi, akkor hogy fizetés. Ezt el kell fogadni, hogy ez nem fizetett. A megyei polgárőr találkozó részt vett Dombóvári Polgárőr Egyesület ezután is örömmel vállalja a közbiztonság fenntartását, a gyermek és ifjúság védelmi baleset megelőzési feladatokat. A 2021-22-es szezont az 5. helyen zárt a Dombóvári Futballklub, július 12-ével pedig megkezdték a felkészülést az őszi szezonra. Az eddigi szűkös keret orvoslására több új játékossal gazdagodott a Dombóvári futballcsapat. A fiúk heti 3 edzéssel és 2 felkészülési mérkőzéssel treníroznak a Tolna megyei bajnokság soron következő szezonjára. A Dombóvári Futballklub lassan egy hónapja megkezdte már a felkészülést az őszi szezonra, amit az 5. helyen zártak. Maradt bennünk, tehát fejlődtünk, az nem kérdés, de maradt a tavalyi szezonból bennünk a mérkőzésekbe. Főleg a tavasz folyamán elég sok döntetlent játszottunk, és azokat a döntetleneket azt úgy gondolom, hogy a nagy részét azt meg is nyerhettük volna. Tehát ezzel mindenképp változtatnunk kell, hogy ezekből a mérkőzésekből jobban jöjjünk ki. Nem lesz könnyű, de azon veszünk, hogy ez az idei szezonban ez így legyen. Igazából ezeken a mérkőzésen meg volt a lehetőségünk az, hogy mi javunkra döntsük el, tehát helyzeteink voltak, jobban játszottunk ellenfelünknél. Hiányzott az a plusz, ami az kellett, hogy eldöntsük ezteket a mérkőzéseket a mi javunkra. Ehhez hozzátartozott az is, hogy tavaszra eléggé kevesen voltunk, tehát létszámba, és nagyon nehéz volt nekem sokszor összeállítani a csapatot is, sőt, volt olyan többször is, hogy egy vagy két játékoson volt a kispadon. A tavaszi szezon szűkös játékos keretén mindenképpen változtatni kell, így új tagokat igazolt a futballklub. Bővültünk több játékossal, mert volt távozó is a kapusunk, ugye az Ivány Botond eltávozott, helyette érkezett a Stropko, Jani helyi lakos, tehát már korábban védett itt Dombóváron, illetve érkezett 4 játékos, Tóth Máté és a Pataki Armand Szentlőrincről, ők mind a ketten fiatal emberek, 2002-2003-as születésű játékosok, illetve érkezett Kinder Koppány, ő Tamásiba volt utoljára igazolva, de Kaposváron volt nekem még utánpótlásban játékosom, illetve Ádám Levente, aki szintén Kaposváron volt még játékosom utánpótlásban. Ő érkezett
jelenleg a kerethez, ami már nagy vonség szerint egyébként nem is nagyon fog változni. Ezzel a bővült kerettel kezdte meg július 12-én a csapat a felkészülést az őszi szezonra. Az edzések alapos bemelegítéssel kezdődnek, majd a taktikai elemek gyakorlása kapja a főszerepet. Heti 3 edzés, illetve 2 edzőmérkőzés most már, az első héten még nem. Volt heti 2 mérkőzés, de most már egészen szinte a bajnoksági heti 2 mérkőzés. Edzőmérkőzésünk lesz, úgy gondolom, hogy ott tartunk, ahol most kell. Remélem, hogy a hátralévő időszakban, ami a bajnoksági még van, tovább tudunk fejlődni. Az edzőmérkőzések igazából egy ilyen felemás képet mutattak eddig. Az eredményeink jók, de én azért ezeket mindig egy kicsit így másképp nézem. Az első 2 héten próbáltunk olyan edzést, amivel én kiadtam a játékosoknak a felkészülés kezdet előtt 1 héttel, hogy 3 napon fussanak. Most azt volt, aki teljesítette, volt, aki nem. Tehát voltak, akik nulláról kezdték, tehát óvatosan kellett az edzés terhelést, mert nem akartam azt, hogy ebből esetlegesen több sérültünk legyen. Úgyhogy most már 4. hetet kezdtük, úgyhogy most már bőven benne van mindenki. Az edzés látogatottság jó, tehát a létszámunk az edzéseken megfelelő, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mire oda kell, tehát mire a bajnokság kezdődik, addigra mindenki kellő számú edzésen vesz részt, és ezen nem fog múlni. És jelenleg 20 plusz 2 játékosunk van, tehát 20 mezőnyjátékos és 2 kapus. Tehát ez már elegendőnek kell lenni, ha sérülések, eltiltás esetleg, vagy bármi oknál fogva, akkor azért úgy gondolom, hogy még így is kellő létszámmal leszünk. Ez idáig 5 felkészülési mérkőzés volt a csapat mögött, a mérleg 3 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség. A következő mérkőzéseket augusztus 10-én Toponár és 13-án a Pécs MFC U19-es csapata ellen játsza a Dombóvári Futballklub. Komoly megmérettetésen bizonyítottak a Jumpers Dombóvári Kötélugró Sport Egyesület tagjai. A lányok 1 hetet töltöttek Pozsonyban, ahol több versenyszámban is megmutatták, hogy sok gyakorlással, elszántsággal a sikerek elérhetőek. A csapat nagy részének ez volt az első nemzetközi pályára lépése, amelyet kiváló eredményekkel zártak. A csillogó érmek mellett egy jó adag versenytapasztalatot tudhatnak magukénak a lányok. A Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület részt vett a Pozsonyban megrendezésre kerülő Kötélugró Európa bajnokságon. A csapat 8 tagjára több versenyszám várt az 1 hét alatt. 3 részből áll, mert van egy nyílt része, ugye a nyílt Európa bajnokság, van egy junior Európa bajnokság, és van ugye a rendes ugye felnőtteknek szóló Európa bajnokság. Erre a versenyre előtte 3 versenyem volt válogató verseny, amiken ugye részt vettünk, és itt a gyerekek, illetve a csapatok kivívták maguknak a lehetőséget, hogy megmérettessék magukat az Európa-bajnokságon. Természetesen nem csak a munka kellett hozzá, hanem anyagi támogatás is. 8 versenyzőnk jutott ki az Európa-bajnokságra, ebből a 8 főből 3 fő egyéni versenyszámokban is, illetve ugye 2-2 4 fős csapat a csapatversenyszámokban, ami összesen 8 versenyszámot jelent. 2 tagunk már volt világbajnokságon, az is egy nyílt világbajnokság volt, de akkor még nem volt egyesület a mi kis csapatunk, akkor csak ugye, mint magánszemélyek tudtuk összeszedni a pénzt és kijutni egy ilyen versenyre. A csapat nagy részének ez volt az első nemzetközi pályára lépése, melyet komoly felkészülés előzött meg. A hétvégéiket több alkalommal fel kell áldozni a versenyek miatt. Egy versenyév az ugrókötélben arról szól, hogy először ugye az egyéni versenyszámokban mérettessék meg magukat a gyerekek, illetve akik szeretnének a nemzetközi versenyekre menni, majd ugye rákövetkező a csapatbajnokságok, ez is ugye 2-3 versenyből áll, ugye arra is ugye külön fel kell készülni, és ugye egyszerre, mivel nagyon sok a versenyszám, ezért nem is lehetne megtartani, mert akkor ugye a minőség kárára menne. Egy csapat 4-6 fős lehet, nálunk ugye csak 4 fős csapatokat tudunk kiállítani a korosztályok miatt, ugye nincs annyi versenyzőnk, hogy nagyobb létszámú csapatot tudjunk összerakni. Egy-egy ilyen 4 fős csapat összesen 8 versenyszámot csinál,
Azt jelenti, hogy 4 gyorsasági versenyszám van, ahol ugye van, amikor 2 ugrálnak, van, amikor 3 hosszú kötéllel és 4 hosszú kötéllel, és akkor ezen felül ugye jönnek a szabadon választott gyakorlatok, amikor is ugye egy zenére 1 perc, 15 másodperces kreatív gyakorlatot kell bemutatni, ahol ugye a legnehezebb és legkreatívabb elemeket kell bemutatni. Ebből van páros, van formáció, DD3, tehát ugye hosszú kötélben, mikor 3 vannak, és hosszú kötélben, mikor 4 vannak. Az Európa-bajnokság arra is jó alkalmat kínált, hogy a szintén nagy tudással rendelkező többi csapat technikáját közelről vegyék szemügyre. Ez egy nagy lélegzetvételű verseny, ugye egy egész hétig tart, mire minden versenyszámot minden korosztályban, korcsoportban és minden versenytípusban megcsináljanak. Ilyenkor tényleg el lehet lesni mindent. Magyarországon egy-egy ilyen verseny ugye egy maximum 2 napig tart, ugye a nevezők létszámától függően, úgyhogy itt fejben is sokkal tovább ott kell lenni, tehát erre igenis mentálisan készülni kell, különben az ember szét tud esni a második nap végére már. A lányok egy életre szóló élményt szereztek Pozsonyban, ahol Európa legjobbjai között állták meg a helyüket. Mint mondják, a háttérben sok gyakorlás és felkészülés áll. Az Európa-bajnokságra a felkészülést azt 2 héttel a verseny előtt kezdtük. Egy ilyen 2 hetes alapozás volt az első, amikor futottunk és erősítettünk és edzettünk is. Aztán utána napi 2 edzésünk volt már, 1 reggel és 1 délután. És ezt a felkészülést, ezt a meleg az nem könnyítette, viszont mi próbáltunk mindent beleadni, hogy aztán az Európa-bajnokságon a lehető legjobb eredményt tudjuk hozni. A versenyen a szállással szerintem mindannyian nagyon meg voltunk elégedve, mert egy nagyon szép szállodában voltunk elszállásolva. A verseny, hát ott nem a legkönnyebb ellenfeleket kaptuk igazából, mert Európa legjobbjaival kellett felvennünk a versenyt, ami nem tűnt egy egyszerű feladatnak, viszont én azt gondolom, hogy az egész csapat helytállt, és hoztuk azt az eredményt, amit elvártak tőlünk. A dombovári csapat egyik párosa a nyílt bajnokság kínai versenyszámban a 3. helyet hozta el Pozsonyból. Amiben mi indultunk, az egy páros versenyszám volt, szóval 2 kellettünk ahhoz, hogy megvalósítsuk, ehhez nagy csapatmunka is kellett, amit az edzéseken volt időnk gyakorolni. Egy régi koreográfia volt, de erősítettünk rajta, mert nyilván nem egy magyar mezőnnyel álltunk szemben, hanem egy Európa bajnoki mezőnnyel. A versenyszámunkban mindegyik dobogóra magyar léphetett fel, és erre nagyon büszkék voltunk, főleg amikor 3 magyar zászló kúszott fel a dobogó mögé. A csapat pihen egyet, majd újult erővel indulnak neki a magyar bajnokságnak. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!